Klasszfm.hu oldalon. Hírek a Klassz FM-en. Köszönjük, hogy követsz bennünket. Az ónos eső okoz gondot a közlekedésben, az élelmiszerbiztonságra hívja fel a figyelmet a karácsonyi sütés-főzésnél is a Nébi. Többször csörög a mentők telefonja ünnep. Többször csörög a mentők telefonja ünnepekkor, Dészapó Miklós vagyok. Jegesek az utak Budapest több kerületében, Pest megyében és országszerte is sok a baleset, hívta fel a figyelmet a rendőrség. Útinfójával ön is sokat segíthet, SMS-ét várjuk a 0670-645-00-00-as számra. December 24-e van Ádám Éva napja. A mai nap a karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja, az adventi időszak utolsó napja, Jézus születésének előestéje, Szenteste napja. Számos szokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz. Tilos volt kölcsönadni és kérni, mert az elvitte a gazda hasznát. Mindenki a ház körül dolgozott, tilos volt erdőn, mezőn tevékenykedni. Édenkerti alma és kígyó, a két leggyakoribb karácsonyi fadísz, csak épp egyiknek sem tudjuk a jelentését. Még ma is őrizzük a régmúlt hagyományait karácsonykor, ennek egyik ékes példája a karácsonyfa és annak díszei. A gömbök például az édenkerti almát, míg az égősor a kígyót jelképezi, mondja Tátrai Zsuzsa, néprajzkutató. Szokás volt az, hogy ilyenkor a paradicsomi életfát fölállították, ami azt jelentette téli időszakban, hogy csak valamilyen örökzöld lehetett, amire az almát és a kígyót jelképező láncot helyezték. És tulajdonképpen, ha ránézünk ma is a karácsonyfára, ma is ezt látjuk rajta, ott vannak az almát jelképező színes gömbök és a kígyót jelképező lánc. Ugyanakkor, miután a téli napforduló idején vagyunk, bevittek a házba is zöld ágakat, abban a reményben, hogy a következő esztendőben is kizöldül majd. Karácsony idején a megszokottnál jóval többet sütünk, főzünk. Nem mindegy azonban, hogy honnan szerezzük be az alapanyagokat. Fontos, hogy ezeket megbízható helyen vásároljuk, figyeljünk a csomagolásra és a lejárati időre. A tárolásnál nem csak a hűtés lényeges, hanem az is, hogy a különböző tisztasági fokú alapanyagok ne szennyezhessék egymást. Különösen figyeljünk oda a nyers hús, nyers hal, nyers baromfi, nyers tojás elkülönítésére, mondta rádiónknak Zolta Janna, a Nébih étkeztetés felügyelet osztályának vezetője. Az ételkészítésnél fontos szabály, hogy tiszta legyen a konyha, tiszta legyen a kezünk, tiszta legyen az eszközünk, és különítsük el a nyers hús kezelésére, szeletelésére használt eszközöket, meg a készételekére. Kerüljük el, hogy hosszú ideig tartsunk hűtés nélkül élelmiszereket, akkor működik jól a hűtőszekrényünk, ha 0-5 fok körüli hőmérsékleten működik. Ha elkészültek az ételek, az a legjobb, ha frissen elfogyasztjuk, és a maradékokat pedig gyorsan lehűtjük, és kis dobozokban a hűtőszekrényben tudjuk tárolni. Vannak ételek, amelyeknek a tárolását nem tanácsoljuk, ilyenek különösen a gombából, belsőségből, halból készült ételek, ezek esetében célszerű azokat frissen elfogyasztani. A mentők is felkészültek az ünnepre, ilyenkor sokkal többször csörög a telefonjuk, mint az év többi részén. A háztartási balesetek szezonja a mostani, mondja Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A karácsony országszerte 1500 mentő dolgozó tölti szolgálatban. A tapasztalatunk szerint karácsonykor naponta a fővárosban kb. 600, országosan pedig több mint 2000 esetben kell segítséget nyújtanunk. Ez a háztartási balesetek szezonja, de sajnos az útviszonyok, látási viszonyok miatt a közlekedésben is nagyon óvatosnak kell lenni. Figyelmeztetést adott ki az ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest és Pest megyére továbbá Fejér, Győrmoson, Sopron, Heves, Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést. Karácsony első napján borús idő lesz, és többfelé valószínű eső, ónos eső, havas eső, plusz 4 fok köré enyhül az idő. Karácsony második napján több helyen előbukkan a nap, és tavaszias lesz az idő. A csúcsérték elérheti a 3-12 fokot. A Klassz FM híreit Dészabó Miklóstól hallották.